együtt legyünk, és ezt a gyönyörű kiállítást megnézhessük. Legelőször is, ugye mindig szoktuk azért a művészetek, egy kicsit művészeteket ötvözni, és legelőször is Hajdúlarát szeretném fölkérni, hogy énekeljen nekünk egy szép téli éneket. Téli hideget mindenki elfeledte, ezek után a gyönyörű hangok után. És szeretném felkérni Kisni Dudás Gabriellát, a Tarcali óvoda vezető asszony, hogy nyissa meg ezt a kiállítást. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves látogatót. Engedjék meg, hogy egy idézettel köszöntsem Önöket. Magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan szépé varázsolhatja lelkének minden rezdülését. Az alábbi gondolatok tökéletes módon leírják, hogy a művészet miként is tud részévé válni az életünknek. Mind a művelőknek, és mind a csodálónak. Komoly gondolatok, üzenetek átadására és közvetítésére képes a művészet minden ága. Talán ezek az eszményi gondolatok azok, amelyek az embert különbé teszik. Képes a lelket ápolni, kezelni és fejleszteni egyaránt. A művészet felelősséggel is tartozik, hiszen az ember lélektani, kulturális fejlődéséért felel, mert az egyént itt érő behatások az ember személyiségét formálni, finomítani tudja. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy felkérést kaptam egy óvodapedagógus kollega kiállításának a megnyitójára. Engedjék meg, hogy elmondjam, egy kicsit elérzékenyülve, hogy kollégával mi hosszú éveken keresztül együtt dolgoztunk a Monoki Mici Mackó óvodában,
óvodapedagógusként és egy nagyon kreatív és tehetséges embert ismerhettem meg a személyében. Igyekezett a mindennapi munkájába beépíteni a kézműves tevékenységet, szeretett alkotni, dekorálni. Hogy egy kicsit belelássunk, a textilszobrászat története visszavezethető a különböző ruházatok keményítése mellett a textilek, a lakásdíszek keményítésének a felhasználásához. A kreatív díszítés egyik módja, ugye kikeményített textíliákat, díszítésre, dísztárgyakat készítettek belőle. De ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy azt az ember tud erről leginkább mesélni, aki ennek a technikának a elsajátítója, akinek a kiállítását ma itt láthatják. Az ember életében sok dolgot tapasztal. Évről évre bölcsebb és tisztelnátóbb lesz. Ezek a jelek egy átlagos ember életében könnyen észrevehetők, de egy művész munkásságában látni, ahogyan telnek az évek, felemelő, elképesztő és lenyűgöző. Talán könnyedén kijelenthetem, hogy az idő múlásával nem a megszerzett tudásra vagyunk büszkék, hanem a világ még általunk fel nem fedezett oldalára vagyunk mérhetetlenül kíváncsiak. Nagy öröm számomra, hogy megnyithatom azt a kiállítást, amely minden elemében a jövőről, az alkotásról és az emberről szól úgy, hogy a múlt értékeit őrzi. A jövőről is szól, mert valóságosan fiatal és örök fiatal alkotóműve látható, hiszen aki alkot, annak szelleme örökké fiatal marad. Az ünnepeltet köszönteni szokás, ezért is jöttünk össze, de az igazi ajándékot azt gondolom, ma az itt jelenlévők tőle kapnak. Alkotásainak bemutatásával vélem mindenkinek örömet, felüdülést, megnyugvást és kikapcsolódást fog jelenteni. Kedves Györgyike, kívánok neked jó egészséget, sok sikert a hivatásod tekintetében, és további szárnyalásokat. Könnyedén, ahogyan a gyermeki pillangók emelkednek a magasba, gondatlanul. Azt gondolom, nem titok, élmény nélkül nincs művészet. És akinek nincsenek, vagy sohasem voltak élményei, az nem is adhat élményt. Bízom benne, hogy azok az emberek, akik eljöttek ma erre a kiállításra, és megtekintik ezt a kiállítást, nagy örömet és élményt jelent majd számukra, és tovább tudják adni a környezetükben élő embertársaiknak, Tarccal település lakóinak. Kérem Önöket, adjuk majd át ezeket az élményeket, hogy adhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt a jelenlétében. Ennek gondoltam, hogy ennyien összegyűlünk. Ha valaki olvasta Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című könyvét, abba az író elmondja, illetve leírja a családja és ő magának az élete, korszakokra van osztva, van ilyen, hogy méhészkorszak, szőlészkorszak, borászkorszak. Nos, lehet, hogy sokunk, de az én életem is ilyen korszakokra van osztva, nem fogom elmondani, hogy milyen korszakok, de most ezt a művész korszakomat élem, de nem minden nap. A dolgok nem most kezdődtek, nekem van egy nagyon régi barátnőm, egy képzőművész barátnőm, aki fantáziát látott bennem, és akkor úgy gondolta, hogy én többre vagyok képes, és mindig arra motivált, hogy próbáljak már meg valamit kihozni magamból, de sajnos kiesett minden a kezemből, az ecset, attól kiesett egyszerűen semmi, és eltelt 35 év, mikor megláttam egy kézműves vásáron, hogy tehát ilyen alkotásokat, nem is textilből, hanem papírból, és úgy gondoltam, hogy na én ezt
én ezt jobban tudnám csinálni. És akkor hozzákezdtem, és akkor kikísérleteztem egy kötőanyagot, és akkor egyfolytában próbáltam, hogy miket tudok belőle kihozni, sokfélét megpróbáltam, és egy egész telet, azt hiszem tavaly előtti telet végig dolgoztam. Na most utána nézve az interneten, ez egy, lehet, hogy nem is művészet, hanem egy technika, ezt úgy hívják, hogy PowerPoint technika, ez vagy 18-20 évvel ezelőtt Hollandiában egy ragasztót kikísérleteztek, és ezt a textíliával átitatva a textília megkeményedik, és utána festhetővé válik, és akkor így lehet alkotni belőle. És amit fontosnak tartanék még ehhez elmondani, hogy ezek a dolgok, amiket itt látnak itt a kötőanyag és a festéken kívül, minden újra hasznosított anyag. Előbb-utóbb mindnyájan rá leszünk kényszerülve arra, hogy környezetvédők legyünk. És ez az úton járható, és gondolom mindnyájunknak az agyában megfogalmazódik ez. Na most, amikor jöttünk erre, akkor épp azon gondolkodtam, hogy kell nekem ez a csinnadratta, hiányzik ez nekem, de az, ami volt. Mégis arra gondolok, hogy ha valaki elindít valamit, mert én is elindultam valahonnan, ha valaki új ötletet merít, akkor már megvolt a napi jó cselekedetem, és ha valakinek tetszik, vagy élményt jelent, akkor az már jó. Hát sajnálom, hogy ezt a péntek délutánt itt elveszítettem, elmondtam maguktól, igazán nem akartam, de mondom, hogy van a napi jó cselekedetem, akkor már az nekem elég. Hát nagyon szépen köszönöm Marikának, mert ő az ötletgazda, hogy ennek a kiállításnak helyt adott. Köszönöm a kolléganőmnek ezt az igazán meg sem érdemelt szavakat. Köszönöm a kis hölgynek az előadását, és fogadják nagy szeretettel a munkáját. Az az igazság, hogy Gabika nagyon jól mondta, hogy élményeket kapunk. És ezt mindenképpen hozzá kell, hogy tegyem. Mert amikor ezt a kiállítást, ugye Györgyike ránk bízta a kiállítás installálását, és mi kaptunk élményt azzal, hogy ezekkel a gyönyörű dolgokkal dolgozhattunk, és ebben a környezetben helyeztük. És én a Borfalu dolgozóinak nevében mondhatom, hogy itt mindenki együtt örömmel, tényleg nagy örömmel, és mikor elkészült és összeállt, akkor kicsit sajátunknak is éreztük már. És olyan jó volt belépni, én úgy gondolom, hogy aki ide belépett, olyan kellemes érzéssel töltött el. És hát a még nagyobb öröm a számunkra, és az ajándék számunkra, hogy ennyien itt vannak. Mert ha jól tudom, azért a kiállítás megnyitókon nem szoktak túl sokan lenni, de ez egyfelé irányul a szeretet felé, mert ez a szeretetnek a jele. És Buta László polgármesterről és Kovács Zoltán jegyzőt szeretném megkérni, hogy a szeretet virágait adják. Nagyon szépen köszönjük ezt a különleges kiállítását, és hogy ilyet még nem látom, és szerintem nagyon sokan fogunk elérni, és ezt az élményt köszönjük. Úgy lesz a kis világot, és a kis édes volt, hogy most ki lesz el. De azért szeretnék egy gyönyörű keretbe foglalni ezt a kiállítás megnyitót, és Hajdú Larának még egy nagyon szép dala következik, ami már egy kicsit a megnyitó izgalmain túl mutatva szerintem mindenkinek ismerős lesz, mert a Pici Mackó dala következik, és azért nagyon jó, hogy sok óvónő van itt, de mi anyukák is ezt a dalt ismerjük, úgyhogy szerintem, ha egy picit segítünk, akkor az még nem is lesz baj. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek, és utána pedig akkor nézzék meg ezt a gyönyörű kiállítást, és fogyasszanak a Borfalu dolgozói által készített finom süteményekből, akiknek a munkáját így külön erre való tekintetre is megköszönöm, és mindenkinek, aki hozzátett bármit ehhez a gyönyörű délutánhoz. És nem, Györgyike, nem vettél el tőlünk semmit, mert mi csak kaptunk. Köszönjük szépen!
lába vazik. Hull a hó és hó zig-zig-zig, Miki Maszkó fázik zig-zig. Hull a hó és hó zig-zig-zig, Miki Maszkó fázik. Miki Maszkó a barátom, és gyakran Sikerült. 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 Sikerült.